Számunkra a legnagyobb bűn, amit elkövethetünk, az az, hogyha a saját emberségünket nem éljük meg, és hogyha az Isten által a lelkünkbe adott pozitív tulajdonságokat nem teljesítjük ki. Megítéltetik az ember azt szerint, ahogy itt a világban viselkedett, és utána Isten elhelyezi egy adott világban, ami hát a jók esetében közelebb lesz hozzá. Soha nem fogunk tudni egyesülni Istennel. A baháj tanítások szerint, és ebben más vallások is osztozik a baháj hit, Isten mérhetetlen magasságban létezik mindenféle korlát, mindenféle földi és akár túlvilági korlát fölött is. Mi sohasem tudunk eljutni arra a szintre, hogy beleolvadjunk ebbe az istenségbe. Nyilvánvaló, a lelki világokban is van fejlődés, a lélek az adott világban lévő többi lélekkel kapcsolatot tud teremteni lefelé is, de fölfelé nem. És amikor Isten úgy gondolja, hogy ez a lélek már megért arra, hogy egy következő szintre léphessen, akkor Isten átemeli ebbe a következő lelki világba ezt a lelket. A különbség a földi élet és a túlvilági élet között az, hogy még itt a földi világban én cselekszem szabad akaratomból, én döntök, és ezek szerint ugye tudok előrelépni, a túlvilágon majd Isten lesz az, aki meghatározza, hogy hogyan tudok tovább lépni. A baháj tanítások szerint pokol olyan értelemben, mint ahogy megpróbálták megfogalmazni korábban azért, hogy az emberek számára, hogy egyrészt kézzelfoghatóvá, másrészt pedig riasztóvá tegyék, hogy bizonyos módon viselkedjenek, nincsen. A legnagyobb büntetés az, hogy amikor Isten ezt a lelket elhelyezi, mert elhelyez mindenkit, olyan messze helyezi el magától, mondjam így, hogy amilyen messze csak lehet, hogy nyilvánvalóan mi nem tudjuk ezt, mert Isten lelki világainak a száma végtelen, és a legnagyobb büntetés az lesz, hogy Isten tudatára ébreszti annak, hogy mit mulasztott el itt ebben a világban. Ez lehet akkora gyötrelem, mint nem tudom, hogyha valakit mondjuk egy tüzes üstben főznének az ördög, és közben a vasvillával szurkálnak.